3T. A kulturális podcast. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a 3T elnevezésű podcastünk legújabb adása Pion Istvánnal és Mucsicska Lászlóval. Presser Gábor Voltam Bibolyka címmel egy színpadi estet írt Olai Bolyának, és a zeneszerző eladó műve egy CD melléklettel ellátott verses könyvben jelent meg. Ennek okán beszélgetünk most Presser Gáborral. Szép jó napot! Szép jó napot! Szép jó napot kívánunk! Hát ebben a könyvben a saját szövegeim mellett helyet kaptak Erdős Virág, Kántor Péter, Parti Nagy Lajos, Varró Dániel, Závada Péter. Mi alapján választotta ki ezeket? Mi volt a rendező elv? Ezek kedvelt versek, vagy kifejezetten Olai Bolyának szánt versek inkább? Hát is, tehát ezeket a verseket én nagyon szeretem, ismertem ezeket a verseket, és hát végig abban gondolkodtam, hogy vajon az Ibolyától, mint előadótól, mi az, ami igazán úgy szólna azon a képzeletbeli kicsi színpadon, amit még nem tudunk, hogy hol lesz, hogy az emberek azt érezzék, hogy ezek a dolgok összetartoznak, ezek a versek, ezek a dalok és az Ibolya összetartoznak. Ezen dolgoztunk 2,5 évet, természetesen nem minden nap, de 2,5 év alatt annyit, amennyit csak tudtunk, és ezért is valahogy inkább úgy hívjuk ezt az anyagot, hogy előadó est, mint hogy azt mondanánk rá, hogy egy CD, mert CD-nek amúgy meg nem nagyon szokványos, hiszen 28 dalt föltenni egy CD-re, az nem igazán szokás, vagy tulajdonképpen óriási pazarlás is, hogyha ezt gazdasági, vagy nem tudom milyen kiadói szempontból nézzük. De hát itt most az volt a szempont, hogy ez egy olyan anyag legyen, amiből föl lehet tenni a színpadra egy ilyen egy tömbből faragott embert, mint az Olai Bolya, akit nagyon nehéz alakítani, akit nagyon-nagyon nehéz kimozdítani önmagából, szerintem nem is kell és nem is szabad. Tehát az összes erről szóló kísérlet okozta azt a sok mindenféle gondot, ami az ő a szakmai életében előjött, hogy sok minden olyat próbáltak meg vele elénekeltetni, amiről azt gondolták, hogy ha egy nagy slágert írnak, vagy valami olyasmit, ami úgy jól csattan, akkor majd ez milyen jó, hogyha pont a híres Olai Bolya adja elő. De hát ő annyira önmaga, annyira önazonos, ami egyébként egy bonyolult dolog az ő esetében, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy lehet úgy az Olai Bolyának dalt írni, hogy lehet úgy dalt adni az Olai Bolyának, hogy az nem neki lett írva. Régóta ismerik egymást, ugye a Megasztárban ön zsűritag volt akkor, amikor ő feltűnt. Változott valamennyit az Ibolya ez alatt az idő alatt? Vagy már akkor is ilyen egy tömbből faragott volt? Mert én emlékszem, hogy amikor kijött az egyszág gitárral és énekelt a Fornambolosztól a nem is tudom melyik számot, akkor az kész volt az a szám. Tehát, hogy a hangja is kész volt, legalábbis én így emlékszem. Azt gondolom, hogy olyan sokat ő nem változott, és én pedig nem igazán ismertem. Azt hiszem, hogy elég nagy munka megismerni az Olai Bolyát. Na most itt erre volt szükség, mert hát egy nagyon nagy munkába vágtuk a fejszénket, vagy ilyen van. Minden esetre itt szükség volt arra, hogy megismerjem, és el is neveztem Csiszolhatatlan gyémántnak, mert szerintem nem lehet. Nem lehet rajta se csiszolni, se más ilyen beavatkozást végezni, szerintem nem érdemes. Ő olyan, amilyen, azt gondolom, hogy úgy jó, úgy fantasztikus, mindent lehet mondani, ahogy ő van. És szeretek ilyen emberekkel dolgozni. Tehát én szeretem azt, amikor valakinél érezhető lesz, hogy a közös munkába bekerül valami olyan, amit nem lehet helyettesíteni, amit nem lehet azt mondani, hogy hát ez egy nagyon jó nóta, de akkor nem adom az Ibolyának, hanem odaadom, és most nem mondok nevet, mert ilyen nincs, mert ezt nem lehet. Ezeket az embereket szeretem, akiket nem lehet így elcserélni, mint dal alanyt.
Most megismertem. Azt hiszem, vagy azt hiszem, hogy egyike vagyok azoknak, akik őt jól ismerik, vagy egy kicsit jól ismerik, de akkor, amikor 10 éve együtt voltunk, és elválasztott minket néhány méter egymástól, meg egy világ ott a tévében, akkor azt hiszem, hogy nem ismertem meg. Néhány ilyen szösszenetnyi együttlevésünk volt különböző olyan munkákban, ahol úgy jó volt perceket, fél napokat együtt tölteni, de hát ez nem volt se ismeretség, se barátság, és ez 2,5, közel 3 éve tulajdonképpen egy véletlen folytán elkezdődött. Elmeséli nekünk ezt a véletlent? Nagyon szívesen. A Vörös Róbert, a dramaturg, mondta nekem, hogy csinált az Ibolyának egy estet, én meg bent voltam a Víg Színházban, és kiderült, hogy akivel dolgoznom kellett volna este, az egyik színész az nincs jól, és nem jön be. Nem is tudom, ott bókláztam az épületben, hát közül valamelyik előadás ment, és úgy találkoztam színzők is valaki, és rákérdeztem valamit a Vörös Robira, aki a színház dramaturgi, és nekem kellett, hogy valamit visszaadjon, ami nála volt olvasásra. És mondták, hogy hát a Robi elment a B32-be, az a Bartók 32, az egykori galéria, mert hogy ott van az Ibolya est. Erre gyorsan megnéztem, hogy hánykor kezdődik, és átmentem. És ott voltam kezdés előtt 5 perccel, simán beültem, megnéztem, és nagyon tetszett, és vége volt, és ez egy ilyen dal-sanzon est, amiben az Ibolya mesél magáról, tehát mesél inkább azt lehet mondani, hogy kicsit az életéről. Szépen van megírva, szépen van előadva, és nagyon nagy sikere volt, megérdemelt sikere volt, és akkor ott megvártam, hogy gratuláljak, mert nem tudom, hány éve nem láttuk egymást. És akkor eltelt egy nagyon kicsi idő, és a Víg Színházi Víg Nap, ami azt jelenti, hogy a közönség, aki óhajt, az jön, és körbevezetjük a színházban, és megnézheti a jelmeztárat, vagy a zsinórpadlást, vagy tudom én, az igazgatói páholyba beülhet, és így tovább. Hát ez egy nagyon fárasztó nap, ez egy nagyon húzós nap, a színészek egész nap körbevezetnek ilyen 20-as csoportokat, és ott voltunk a végén hullafáradtan, és ott hátul a Detroit, ez a sétáló utca a Víg Színház mögött, oda ki volt rakva nekünk egy pár szék, asztal és valami kis ilyen harapni, meg inni való, és ott pihegtünk, és egyszer csak besétál Ibolya a kiskutyával a képbe, és leült. Mondom, hogy jó estét, mondja, hogy jó estét, és akkor kicsit beszélgettünk, és mondom, hogy minek ült ide maga. És azt mondja, hogy hát, hogy nem akar-e a picibá egy kicsit dolgozni velem. Mondom, nem. De úgy azért én is erőltem magam. És akkor egy kicsit úgy meglökött, hogy na. És akkor mondtam, hogy jó, akkor gondolkozzunk. Hát én már azóta nem tudom, hogy mind gondolkodtam, csak hogy valami járt a fejemben, amióta láttam ezt az Ibolyán túl előadását. És akkor mondtam, hogy jó, akkor jöjjünk össze, mit tudom én, 2 hét múlva, és kezdjünk el egy kicsit beszélni arról, hogy tudunk-e dolgozni együtt, vagy nem, vagy próbáljuk meg, és ha megy, megy, ha nem megy, akkor abba fogjuk hagyni minden baj és harag nélkül. És mondta, hogy ebben benne van. És ugye nekem annyian mondták, hogy kell félni az Olái Ibolyától, meg jaj, de kiszámíthatatlan, jaj, hogy félünk, jaj, de nehéz eset. Én megbírom a nehéz eseteket, nyilván van benne rutinom 50 év a szakmában. Egyrészt, másrészt pedig azért én mindig is kerestem a nehéz eseteket, mert abból lehet valamit igazándiból csinálni, és akkor egyáltalán nem volt ez olyan rossz, és egyáltalán nem volt olyan nehéz. És hát nem tudom, egyszer, kétszer, háromszor kellett összeszedni. Egyszer jött el készületlenül, és azért ha ebbe belegondolnak, hogy tudom én, egy ilyen munka ezt eltartott mondjuk 100-120 munkanap, az biztos. Uh-huh. És valaki egyszer eljön készületlenül, kicsit úgy szétesve, mert aznap egy rossz napja volt. Úgyhogy aznap nem is szittam le, de általában csak akkor kiabáltam vele, amikor már nagyon dohányzott, akkor mondtam neki, hogy most veszi a kabátját, azt megy. És, de nem tudtam leszoktatni róla, mondom, szóval nincs rajta fogás. Magyarul nem létezik ő rajta fogást találni. Viszont ez alatt az 50 év alatt még sosem írt egy ilyen személyre szabott színpadi estet egy énekesnek sem. Miért mondta Olái Ibolyának? Az a baj, hogy már úgy beszélünk róla, mintha lenne, holott ez van anyag, és nincs meg az est.
De hát nagyon várom, hogy... Keressük a rendezőt. Igen. Ezúttal is. Persze, rendezőt tudom, mindenkit keresünk egyébként. És, de hát most még nem sietős, most még hadd ülepedjen ez az anyag, hadd ismerjék meg olyan emberek, akik szeretik az olajibaját, hadd hallgassák, hadd emészszék, hadd legyen ez olyan, amiből a visszajelzésekből sok minden kiderülhet, hogy hogyan, például lehet az, hogy a visszajelzésekből lehet elindulni egy olyan úton, hogy hogy kellene ezt igazándiból színpadra vinni. De nem sürgős, tehát nem arról van szó, hogy, nekünk, hogy mi eladtuk magunkat, és ki van tűzve, hogy január 31-én bemutató van, és nem tartunk sehol, hanem ugyanúgy, ahogy ezt az anyagot is azért csináltuk 2,5 évig, mert 2,5 év után azt éreztük, hogy nem kéne tovább, akkor már nekünk lesz egyre nehezebb, ha tovább bővítjük, vagy duzzasztjuk ezt az anyagot. Azt gondoltuk, hogy abba hagyjuk. És milyen a véletlen? Ránéztünk a gépre, amikor megvoltak össze volt fűzve az anyag, és megnéztük tisztán, és annyi volt, amennyi ráfér egy CD-re. Ez mondjuk teljesen fura, hogy van 28 dal, és az pont belefér 70 percre. Ezt úgy írtam, hogy de jó lenne hallgatni ezeket az anyagokat az olajban a hangján, és tudtam, hogy ez valami olyat fog hozzátenni, hogy úgy lesz szíven vágva az Erdős Virág, vagy úgy lesz szíven vágva a Parti Nagy Lajos, vagy a Závada Pete, vagy a Varró Dani, hogy pak. És innentől érdekes nekem a dolog, hogy amikor egy költő megtudja azt, hogy mi minden van még az ő versében, amit még ő nem hallott. Mondjuk pont az Erdős Virágnak a verse az, ami nagyon szét van szabdalva az eredetihez képest. Hát igen. Ő mit szólt ehhez, amikor megtudta? Én nagyon szépen megkértem, tehát megismerkedtünk, egy nagy hódolója voltam, de ő azt nem tudta, és akkor összeismerkedtünk, és akkor elmondtam, hogy szeretnék két dolgot. Az egyik az, hogy hozzányúlhatnék-e a legszebb vershez, és tudom, hogy tudok belőle egy másik szerkezetet, amiből a vers fele ki van hagyva, szépen mondva, és ezáltal nincs benne a Balaton, és hogy ezáltal összeáll egy egészen másik dolog. És megcsináltam úgy, hogy kiprinteltem az egészet, és ilyen rendes ollóval, ragasztóval összeragasztottam, hogy néz neki. És a Virág szó nélkül azt mondta, hogy persze, hát legyen ez egy kísérleti munkadarab. De akkor még nem hallotta. És akkor megmutattam a demót, mert addig nem akartam, hogy... Tehát én nem akartam, behúzni a csőbe mindenáron. És akkor meghallgatta a demót, és azt mondta, hogy ez mehet. És akkor már az Ibolya énekelte el. És én pedig eleve úgy szántam, de nem mondtam meg még akkor se az Erdős Virágnak, hogy a Voltam Bibolykát viszont neki szeretném ajánlani, mert az annyira az ő stílusa, vagy annyira, hogy is mondjam, az ő hatása alatt íródott, hogy azt mindenképpen oda van írva a dalszöveg mellé, a Voltam Bibolyka mellé, hogy Erdős Virágnak. Úgyhogy hát így vannak, a Parti Nagy írt meglévő versekhez írt plusz 3, plusz 4, plusz 5 verszakot. Fantasztikusan akarták ezek az emberek, ezek meghallották az első 2-3 felvételt az Ibolyától, és mindenki olyan volt, hogy életemet és véremet. Tehát annyira csodálatos volt ez az egész munka, az, hogy olyan embereknek lehetett hát nekidőlni vagy támaszkodni, akik nem csak ekkora költők, hanem hogy mind türelmetlenül várták, mi lesz már, nem volt bizalmatlanság. Ugye a törvény előírja, vagy nem tudom, mit tudom én, ez lehet, hogy nem törvény, hanem jogszabály, valamit, hogy nem lehet hozzányúlni egy vershez, úgyhogy a költő nem engedi. Úgyhogy nekem a Závada Peti, akit hát mondjuk 10 éve ismerek, tehát még kiskorú korából ismerek, ugye kellett írnom a Závada Petinek egy levelet, az indián nyár szeretném tönkretenni a helyzetben. És csinálnék belőle egy ilyen rendes cigányzenész rémálom, hogy is mondják ezt, magyar nótát, és akkor a Peti írt, tehát nyilván meg volt ijedve egy kicsi. Akkor még nem tudta, hogy a Füreliszt írom rá az ő versére. Szóval nagyon-nagyon sok szempontból hihetetlen mennyiségű élményt
csipegettem föl ebben a munkában. Tudja, miért nagyon különleges az, hogy a költők ennyire nyíltan álltak hozzá ehhez a történethez? Mert néhány évvel ezelőtt hatalmas vita volt arról az irodalmi verkekben, hogy szabad-e verset színpadon, vagy dalként, vagy pusztán simán előadóként, bármilyen formában újraéleszteni. És sokan voltak ellene, nagyon sokan voltak ellene, annyira hozzászoktak a papírhoz, hogy csak ott létezik és csak olvasva létezik a vers, hogy egyszerűen megijedtek attól, hogy visszajön a rendeltetésszerű használata a versnek, mert hát mégiscsak ugye a költészet alapja a zene. A lant. Igen. Ugye? És ebből a szempontból nekem most meglepő, hogy ezt mondja, hogy ennyire vágták. Egyébként ezt én is hallottam, meg hallottam erről, meg olvastam is, de hogy én ezzel kapcsolatban úgy vagyok, hogy nem kell minden áron megzenésíteni, és nem kell minden áron megengedni, ha egy költő úgy gondolja, vagy úgy gondolja, hogy ezt a versét nem szeretné, hogyha valaki megzenésítené. Másokat esetleg igen, de mondjuk ezt a vers, akkor mondja azt, hogy nem. És mivel létezik ez a bizonyos több mint illendőségi felkérés, hogy kedves Parti Nagy Lajos, annyira szeretném ezt a verset, magyarul ilyenkor a költő dönt. Mondjuk nagyon féltem attól, hogy mit mond a Borbély Szilárd özvegye. Ráadásul egy szép Ernő vershez van kapcsolva a Borbély Szilárd vers, és hát nagyon olyan levelet kaptam, hogy komolyan mondom, hogy ott ültem, a szívem így megszorult, hogy nem hogy megengedte, hanem hogy nagyon-nagyon megdicsérte a dolgot. Nagyon érdekes ott összehozni egy ilyen sprőd nőt, mint a Zolái Bolya, ezekkel a versekkel, amikben azért vannak olyan dolgok, amik első olvasásra kevésbé az Zolái Bolyát juttatják eszünkbe, hogyha azt mondaná valaki, hogy no hát kedves István, kedves László, maguk foglalkoznak irodalommal, irodalommal kire osztanák ki? Mert mondjuk itt most a rádióban csinálunk egy versestet, ebben a szobában van egy pianino. És akkor azt gondolom, hogy ennek az anyagnak a felét mondjuk soha nem a Zolái Bolyára osztanák ki. Egyetértünk. És egyébként volt olyan is, amit az Ibolya hozott. És én meg csak úgy néztem, de tudtam, hogy hát ez eldől nagyon gyorsan, mert elkezdjük, megírom a zenét, elkezdjük próbálni, és kiderül majd, hogy igaza van, vagy nincs. Tehát ez megint csak egy olyan dolog, hogy azt gondolom, hogy ugye ez egy ilyen sok ismeretes egyenlet lehet, hogy azt mondja egy költő, hogy ezt a versét megengedi, hogy megzenésítsék. De akkor még mi van? Először is, hogy milyen lesz az a zene? Hát az a zene lehet, ha mi most mind a hárman írunk zenét, akkor ugye tök más lesz. Most mire gondol a költő, amikor azt mondja, hogy igen vagy nem? Tehát amikor igent mond, akkor lehet, hogy beszalad a csőbe vagy csapdába. Mert kiderül, hogy félreértették az zenét. Én is csináltam olyan Parti Nagyot, amelyiket utóbb megtudtam, hogy más is megzenésített már, és meghallgattuk, és hát ugye kiderül, hogy közel-távol semmi közös nincs a két zenében, ami ugyanarra a versre született, hogy egészen más érzéseket és gondolatokat hoz ki egy zeneszerzőből ugyanaz a vers. Ez egy nagyon nagy játék, hogy nem tudom, ha akarják, akkor szívesen átadom az ötletet, hogy van egy vers, oda kell ültetni négy zeneszerzőt, mondjuk annyi elég, és akkor azt mondani, hogy zenésítsétek meg, és hoznak négy annyira más dolgot, hogy a költő se fogja tudni pontosan, hogy még miket írt ő a versében, mert annyira elviszi az egyik másik az eredetiből, vagy lehet, hogy egyik se kerül közel, se a vershez, se a költőhöz. Nekem volt egy ilyen tervem, egy ilyen zeneszerző verseny, amiben az egyik versenyszám az ez volt. Meg is írtam a 10 évvel ezelőtt a Magyar Televízió részére, még válaszra sem értettek. És egy zeneszerző verseny szerintem baromi jó lehetett volna, én azt gondolom, hogy nem olvasta el senki. Hát egészen más formában ugye a Hajós András csinált, igen, próbálkozott. Igen, arra kérdés engem, igen. Igen, igen, igen. Beszéljünk még a zeneszerzésről, hogy Ibolyáról sokat beszéltünk, és arról, hogy állnak neki a dalok. A zeneszerző ilyenkor mennyire megy az előadó alá, mennyire képzeli el az ő hangját előre, hogyan dolgozik, mennyi időt vesz igénybe, és mennyire alakítja a verseket? Hát itt két dolognak kell alá menni, az előadónak is természetesen.
természetesen, hiszen azért választottuk a verset, hogy ezt ő fogja énekelni, illetve hát a versek. Hát vannak versek, én amikor a Parti Nagygyal elkezdtem foglalkozni ezelőtt tizen jó néhány éve, akkor azért kezdtem vele foglalkozni, mert azt beszélték a szakmában, hogy Parti Nagyot úgyse lehet megzenésíteni. És hát egyébként nyilván nem lehet mindegyik Parti Nagyot megzenésíteni, de hát nagyon-nagyon meg lehet amúgy. És hát nagyon-nagyon oda kell bújni a vers alá, nagyon-nagyon. De ettől jó ez a munka. Tehát ettől egészen más, mint amikor az ember megír egy dalszöveget, vagy valakit megkér, hogy írja meg a meglévő dalra a dalszöveget. És az előadónak pedig azt gondolom, hogy nem, ez ebből a szempontból nem egy különleges anyag. Minden előadónak szerintem nagyon is alá kell állnunk. Azt kell csinálni, hogy mi vagyunk a cirkuszban, úgy mondják az Untermann, tehát az, aki tartja az emberoszlopot és alul áll, és így remegnek az izmai, meg az arca is, és már az negyedik ember föláll a vállára. És azt gondolom, hogy ez minden egyes előadó esetében így helyes a zeneszerző dolga. Nyilván születnek úgy dalok, hogy idézőjelben a fióknak, tehát hogy majd lesz ebből valami, vagy nem tud. Én jobb szeretek úgy írni, hogy tudom azt, hogy kinek írom, és akkor az ő hangján hallgatom. És az Ibolyka hangját hallgatni, illetve az Ibolyka előadói képességeit oda képzelni, az nem összecserélhető senki mással. Nagyon-nagyon nagy tehetségű emberekkel hozott össze a sors engem, mint zeneszerzőt, de mondjuk baromira nem tudom elképzelni, hogy az Ibolyka bármelyik dalát hirtelen odaadtam volna az egyébként velem munkakapcsolatban lévő Ruzsa Magdinak, vagy a Falusi Mariannak, akikkel együtt dolgozom szintén. Ez az fel nem merül, és lehet, hogy 3 év múlva egyikük azt mondja, hogy ezt a dalt én megpróbálom valahogy egészen másképp elénekelni, de az, hogy én átadtam volna egy dalt, és azt mondom, hogy hát ez nem kellett az Olá Ibolyának, akkor most elsütöm a Falusi Mariannak. Ez egy nonsens, ez nem fog működni, nem fogja tudni elénekelni, vagy nem úgy. Viszont a voltam Ibolyka amellett, hogy Olá Ibolyának íródott, azért tele van olyan sorokkal, ami meg abszolút közéleti ihletettségű, sőt, ami ugye korábban íródott, de most teljesen betalálta, voltam homeless, voltam az őrsön, az most megint így ráhúzható egy ilyen történetre. Ráadásul maga a dal ugye a Pride-on is címadó dal volt, tehát hogy azért én úgy érzem, hogy ebben jóval több van annál, mint Olá Ibolya. Hát én szerintem nincs, az Olá Ibolyában van jóval több, mint ez a dal. Azért lehetett azt, hogy amikor elkészültem, és megmutattam az Ibolykának, ez az a dal, amivel kvázi magam előtt bizonyítottam, hogy most már ismerem. Tehát ismerem az én előadómat, egyszerűen azért, mert őt ennyire nehéz megismerni, és ezek az ő elcsípkedett félszavai. Ahogy ültünk, dolgoztunk, órákat ült, mert dolgoztam valamint, hogy a zenei kíséret tele van ilyen szöszmőkkel, tele van ilyen hangjátéki effektusokkal, tele van zajokkal, tele van olyan hangszerekkel, amik nem tudom, van olyan dal, amiben 10-15 szájharmonika szól egy-egy hangon, tele van diszonanciával, tehát egy csomó ilyen keverési dolog volt, hogy hogyan fogjuk ezt a szövetet mögé állítani, hogyan lesz egy kicsit szeles, koszos nagy körút, hogy pont olyan, amilyen, hogyha elsétálunk a Terész körúton, vagy a nem tudom melyiken, a Ferenc körúton, hogy az a kosz, ami ott van, azt fújja a szél, hogy az úgy hallatszik, hogy ez nem egy tiszta hely, hogy ezen úgy Ibolyka meg ott ült, a verses, a gönyves polc alatt a verses köteket köttettek, ott heverésztek körülötte, ebbe olvasott, abba olvasott, és úgy néha beszéltünk egy szót, és úgy lassan-lassan leszűrődött a voltam Ibolyka, hogy körülbelül mi lehet ebben a dalban. Amikor megmutattam, akkor
akkor láttam rajta, hogy puff, most véletlenül helyeztem egy nagy ütést a szívre, úgyhogy mondtam, hogy nem kell válaszolni. És akkor délután, azt hiszem délután telefonált, hogy fú, pici bá, ez az enyém, ez az enyém, ez az enyém, ez az enyém. Én korábban is megpróbáltam Olajibolyát írni, az Ibolya virágszál, az szerintem teljesen az akkori tudásom az Olajibolyáról. Az egy az egybe, és a Találj már rám, ami szintén egy nagyon régi dal, azt a kettőt írtam valamikor az Ibolykának, az szintén arról szól, amikor elmesélte, hogy már kirakták az intézetből, és már elfejtettem, melyik városban, tulajdonképpen így valahol az utcán, hát védekezett kézi, hogy kell mondani, fegyvernek látszó tárgyal, hogy ne vigyék el egy határon túli országba, ne vigyék el kurvának. Tehát magyarul összefogdosták a szintén határon túli barátaink összefogdosták a lányokat, és be a kocsiba, és gyerünk, és elvitték őket egy déli országba. És ott védekezett, és akkor megírtam a Találj már rámat. Szóval az régi, akkor annyit tudtam az Ibolyáról. De azt tulajdonképpen mindenki tudta. Ha voltam Ibolykában, azt gondolom, hogy van egy-két dolog, amit én ez alatt a két év alatt szedtem össze ő róla. Így lesz az egyéniségből egyetemes történet, mert mégiscsak tulajdonképpen az ország állapotját is megtalálja azért ez a dal. Persze. Azt gondolom, hogy egyébként ez vonatkozhat egy csomó más verset. Tehát itt az Ibolyka, most lehet, hogy én nem mondanám, vagy nem merem azt mondani, hogy az ország állapota, mert hát mit tudom én, pontosan sok minden még akkor beleférnek. De azt gondolom, hogy itt az Ibolya mondjuk biztos, hogy fel tudnék sorolni 10-15 nőt, akit megszemélyesít. A fénypresszóig elcsúszott egykori dizőzt, aki már csak mondjuk jegyet árul, vagy hogy kell mondani, jegyszedő, vagy jegyet árul, a semmi vacaknő, aki szintén valami, azt hiszem mindenki valamilyen énekesnő, az Ibolyka által megszemélyesített nők közül, hogy a semmi vacaknő, akinek a palia még ott mindig ugyanott zongorázik, de ő már nincs sehol. Maga Ibolyka jó néhányszor előbukkan ebben az anyagban, akár a Valaki téged is szeretben. Az Éjfél utáni nő, az a nő, aki az is egy előadó nő, aki az Egy rohadt tangót énekli. Szóval elég durva figurákat hoz ő elő. És hát ezekben az az érdekes, hogy egyszerűen az a megjelenésével, vagy az ott levésével képes az emberekből nagyon sok mindent kihozni, anélkül, hogy megszólalt volna. Rengeteg nőtípust említ, és azt azért tudjuk, hogy Falusi Mariannak is készített, mert Szobalemezt Rúzsa Magdival ugye országosan turnézik. Ennyire inspirálják a nők? Igen, persze, és hát a női hang. Azt gondolom, hogy az a női hang az ugyanolyan inspiratív, mint a női test, vagy a női beszéd, vagy a női hallgatás. Ugye Parti Nagy Lajos verset korábban is feldolgozott a már említett Rutingli tangban. Nagy rajongója Parti Nagy Lajosnak? Á, persze. De nagyon régről, még amikor nem ismertük egymást. Tehát én már komoly grafitnest kutató voltam, amikor először találkoztunk egy iparművészeti múzeumban megnyitott kiállításon, ahol az én barátom Kaiser Otto képei voltak a falon, és kiderült, hogy ez a könyv, ami erről a kiállításról megjelent, a képaláírások, vagy a képek közötti jegyzetek, szövegek, azok a Partinagytól vannak. És ugye ott volt a kezemben a könyv, és áldogáltunk az Ottóval, mert volt ilyen fogadás a végén, hát ilyen pogácsa meg, tudom én, és ott beszélgettünk, és egyszer csak odajött egy ember, és mondja, hogy ismeritek egymást, de örülök, és
És mondtam a partnernek, mondom, ne arra, hogy mondom, azt hiszem, hogy nem találkoztunk soha, és most, hogy rád nézek, nekem olyan, mint hogyha mindig ott laktál volna a Klauzál téren, és nagyon sokszor jöttél volna velem szembe. Tehát nem, nyilván láttam a fényképeit, de mégiscsak valahogy az az ember olyan volt, nem tudom én, akkor lehetett, most mondok valamit, 40, mit tudom én, hány éves, és olyan volt, mint hogyha, és először láttam életemben, és nem volt, mint hogyha egy nőt ismertem volna, és ő ott a Klauzál téren mászkált volna körülöttem. Úgyhogy valami van ezekben a versekben, amitől én ekkora partján rajongó vagyok. Nyilván én nem vagyok irodalmár, nyilván egy irodalmár rögtön engem sarokba tudna szorítani, hogy mit értek meg a parti nagy versekből, és hogy mit nem, és így tovább, de ez engem különösebben nem zavar, hogy elképzelhető, hogy van olyan dolog, amit nem értek jól. Nekem ez egy fantasztikus világ, amit ő ír. Hát nagyon sok minden van még a Volt, ami Bojka című kötetben is, úgyhogy mindenkit bíztatunk arra, hogy olvassa el, hallgassa meg. Reszter Gábornak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy válaszolgatott a kérdéseinkre. Én köszönöm. Egy hét múlva újabb podcasttel jövünk, Pion Istvánt. És Mucsicska Lászlót hallottátok, viszont hallásra. Viszont. A kulturális podcast.